Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Paher Balázs vagyok, és ez a Sneaker Tour legújabb adása. Ma az egyik legfontosabb személy, az egyik kedvenc személyem érkezik hozzánk, aki már születésem óta velem van. Nagyon szeretem, ti is nagyon szeretitek, már többször láttatátok az Instagramon, és ő nem más, mint a nagymamám. Itt is vagyunk a drága jó nagyikámmal, és ezt ti nem tudjátok, de ő most van itt először az üzletünkben, és elérkezett az igazság pillanata. Most le fogom rólad venni ezt a szemkendőt, és nézd meg, hogy milyen a bolt, jó? Jó. Na. Jézus Máriám, drága kis Bazsikám, nem gondoltam, hogy ilyen gyönyörű üzleted van. Szép. Nagyon. Csak a szép cipők, fantasztikusak. Cipők szebbek vagy én? Hát te csodás vagy köszönöm, nekem. Köszönöm, köszönöm. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy ugye mi azért eltérő időben születtünk, hogy a te időben milyen cipők voltak, amik ilyen menőnek számítottak? Régen kis tornacipők voltak, egyszerű, és utána, ha már valakinek tiszta cipője volt, sportcipője, akkor az már világmárka volt, úgy, mint ma az Adidas. Aha, de az Adidas nem számított menőnek? Abban a korban még nem. Nem is volt? Itt még nem volt akkor, aha. Nem. Levi, mutasd kicsit a cipőnket. Ez ugyanolyan, ugye? Olyan kényelmes. Nagyon? Kényelmesebb, mint a tiszta? Na, sokkal kényelmesebb. Komolyan? De azért az is tiszta lett. Az is jó volt, de ez hát ez összehasonlíthatatlan. Azt kell tudnatok, hogy ezt a cipőt a nagymamám 74. születésnapjára vásároltam, és úgy hallom, hogy előszeretettel szoktad hordani. Igen, nagyon szeretem, mert nagyon kényelmes. Nagyon jól is áll. Igen. Nem csak kényelmes, hanem rajta de, tényleg. De tényleg tök jó. Nagyon jó. Egyébként ez a cipő, ami rajtunk van, ez a Nike Dunk Low Black White, azaz a panda színállás. Hát ez egy ilyen igazi klasszikus, tehát könnyen lehet hozzá öltözködni. És ez most így az világon az egyik leghíresebb cipő az Air Force után. Milyen cipők tetszett neked? Nekem az egyszerű. Egyszerű, de egyszerű, nagyszerű. De nagyszerű. Egyszerű és kényelmes cipők. Aha. Igen. Na de figyelj, akkor itt az első itt léted alkalmából nézzünk cipőket? Nézzünk, igen. Jó, nézzünk. Jó. Mielőtt így néznénk cipőket, nagypapával amúgy, hogy nézők is tudják, jó a kapcsolat? Jó, nagyon, szuper a kapcsolat. Fantasztikus. Már 55 éve lesz, hogy kapcsolatban vagyok vele. 55. Úgyhogy a 55. házassági járat, én is szeretnék neki venni egy ilyen kényelmes cipőt. Belevágnék most a szabadban, nem venni fogsz, hanem adunk nyilván. Igen. Család, az család. Család, jó. Köszönöm. Itt is lennénk az első ilyen kis körnél. Erről a falról neked melyik tetszik? Ezt szeretném. Ez nagyon tetszik, de lehet már a koromnak nem illik. De te fiatalos vagy. Úgyhogy az nagyon tetszik nekem az. Esetleg ez a szürke is. Ez? Uh-huh. Ez is van a méretedben amúgy. Na hát ezt akartam, hogy ilyen első kereszt segély kereszt van rajta. Ha megengeded, hogy kijavítsalak, ez nem a vörös keresztet jelképezi, hanem ez a cipő az Jordan 1985-ös kampányából jött létre. Olyan feliratok vannak ideírva, hogy they can't stop from wearing them, tehát senki nem állíthat meg, hogy ilyen cipőt hord. Szóval szerintem ez amúgy elég menő. Hú, ez tök jó, ezt még apukának is el tudnám, nagyapárnak is el tudnám képzelni. Is. Magamnak is egyforma cipőnk lenne, mind a kettőnek. Van mindkettő a méretedben. Nagyon klassz ez is. Mi lenne, hogyha egyforma cipőtök lenne? Nem csak nekünk, hanem nektek is. Igen, a nagyapával. Nagyapának. Mm-hmm. Biztos örülne neki. Jó, akkor mennünk szerintem... kirándulni ez lehet egy befutó, nem? Igen. Jó. Nézzük tovább. Nagyon klassz ez a papucsi, új, de tetszik. Könnyű. Van a méretemben? 38-as? Van. Talán még egy ilyet is szeretnék. Jó, de azért hagyd valamit majd a boltba is. Jó. Nézd, például ugye itt van ez a modell, ez a Jordan 4. Melyik tetszik? Ugye ez a Jordan 1, melyik jobb szerinted? Ez. Nekem ez jobb. Ez nekem azt tetszik jobban, igen. Ezt tudod miért jobb szerintem? Szerintem azért tetszett neked ez jobban, mert ez olyan kicsit olyan retro. Igen. Ugye? Igen, az meg már túl modern. Modern, aha. Igen, ez nagyon klassz. Nagyon klassz. Jó. Komolyan imádom ezeket a papucsokat, biztos kényelmes. Nagyon. Ez nagyon drága. Tudod milyen érzés? Ezek a csoda papucsok, mintha egy felhő járná. Ugye? Elhiszem. Hozok egyet, jó? Nagyon jó. Most mondanék nektek amúgy egy nagyon érdekes sztorit. Azt kell tudni, hogy
Én elég spórolós típus vagyok, és az itthatató személy alapozta meg ezt az egész dolgot, amit itt láttok. Még kiskoromban mindig így, amikor általános suliba jártam, alsó osztály, meg felsőbe is, húsvétre, a bizonyítványra, különböző ilyen alkalmakkor kaptam kis pénzt tőled, és ezt mindig félretettem, soha nem költöttem el, és abból vettem meg az első cipőt, amit utána sikeresen el tudtam adni. Tehát te vagy a kezdeteknek a legfőbb megtestesítője. Igen. És örülök, hogy ilyen kis spórolós lettél, és hogy ilyen sokra vitted. Köszönöm. Kívánok sok sikert ehhez. Köszönöm. Nagyi, figyelj, erről a falról valami tetszik? Egyik fal szebb, mint a másik. Jó, hát azért. Itt különösen ez, hát ez valami csúcs nekem. Csúcs, szuper. Nagyon, szuper ez a cipő. Adod? Igen. Igen. Próbáljuk fel? Igen, próbáljuk majd fel, jó? Jó, jó. De most vagy itt ugye először. Igen. Ezekről mit gondolsz? Hát ez nekem nem az esetem. Nem az esetem. Olyan, nem az esetem, ez valahogy. Nem, ezt nem, ilyet nem szeretnék. Az a másik, a papucs? A papucs az csúcs. De ez mi ez különben? Ez? Buvár papucs vagy mi? Ez amúgy ilyen hibrid, tehát hogy ez se nem papucs, se nem cipő, ez ilyen köztes állapot, ilyen klumpa. Klumpa féle? Uh-huh. Nem kényelmetlen, olyan nagyon kemény. Nagyon kényelmes. Tényleg? Nem. Tengeri moszatból van. Uh-huh. Az nem nyerte meg a tetszésem, de ez viszont tök jó. Na hát ezt is el tudnám képzelni. De miért tetszik neked? Nagyon tetszik, komolyan. Mert itt rikkít ez a sárga. Nem a rikkít. A formája is jó. Nagyon jól néz ki, nagyon. Aha. De jó, ha tovább nézem, akkor ez talán ez is olyan. Ez is tök jó, kényelmesnek tűnik. Jaj, nagyon klassz. Ez árban mennyibe kerül különben? Melyik érdekel? Mondjuk ez. Ez ilyen 150 ezer körül. Hát akkor már ez tök jó lehet. Ez csak jó lehet ennyi pénzért. Milyen hasznát veted a vitrinemnek? Ennyi szép cipőt tettél vele. Szépek? Nagyon, nagyon. Nálatok, hú, ez azért ugye, azt kell tudni, hogy ez a Nagyi még vitrine volt. Ti mit tároltatok benne? Nem cipőket, ugye? Nem, de hogy ilyen relikviákat? Edényeket. Zsolnait. Komolyan? Figyelj, te erre emlékszel? Jaj, te erre emlékszel? Ez az én első cipőm. Ezt még amúgy esküszöm, lehet, hogy te vetted? Hát nem tudom. Nem emlékszem már. Öreg vagyok és feledékeny. Nem baj. És nem tudok, a hogy lényeg nem az, a lényeg a szeretet. A lényeg az nagyon aranyos. És ez hogy a elkopott cipő. A talpa? Mindig igen. Motoroztam benne. Igen. Szétgyalulta. Aha, lábbal. A láb motorral. Tök jó. És egy találós kérdés. Játszunk valamit. Szerintem. Ez a cipő szerinted mennyibe kerül? Itt tipre? De mit mondja? Fogalmam nincs. Hát de köbből. 200? 200 ezer? Uh-huh. Hát azt most meg kéne szorozni 20-szal. Jézus Máriám! A kurva életből. Ennyi pénz a világon, milyen aranyból van ez a cipő? Te, mint te unokád én. Mi az, amit így szeretsz bennem? Nagyon büszke vagyok rád, Balázs, hogy ilyen komoly, ügyes gyerek vagy, hogy komolyan mondom, ahhoz képest, hogy a matek neked annyira nem ment, és te ezt meg tudtad valósítani, hát én el vagyok ájulva. Köszönöm. Nem baj, szépen. Hogy ilyet mondtam, hogy de matek. Hogy baj, ez az igazság. Ez van. És olyan hihetetlen, hogy Balázsnak ennyi cipő. Köszönöm. Én köszönöm. Ezek közül itt, ugye ezek Jordan 4-es modellek, melyik színű tetszik? Uh-huh. Van a középső sorból. De ez nagyon tetszik, ez a piros. Tényleg? Én imádom a piros színt, és ez lehet már nem az én koromba való. De dehogy nem. Fel lehet azt venni még, nem? Ez megy a pólódhoz is. Hát a sálamon is. De a papucsba bele vagyok esve. Annyira tetszik az a papucs. Mi, vagy a sárga, vagy a zöld, mindegyik, de az nagyon klassz lehet. Ugye többfajta cipőt is választottál, szerintem itt az ideje, hogy felpróbáld őket. Hozhatjuk? Hozhatjuk. Jól van, akkor figyelj, én most elvonulok, és hozom a cipőket. Köszönöm. Addig itt érezd jól magad, főzünk egy kávét, jó? Köszönöm, oké. Okay. Ha-ho! Na, figyelj. Na. Kihoztam párat, amik itt tetszettek. Igen. Segítek felpróbálni, jó?
nagyon dögös Balázs. Dögös Robi? De tök jó. Jó, ez... Tessék? Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ebbe van a szerelmed. A papus. A papus. A papus. Nézzük meg. Jaj! Jaj, de jó. Nagyon jó. Hallod, még ilyen nem volt a lábadom. Hát erre ez... készülj fel. Olyan kényelmes jaj. Lesz. Jaj. Tedd bele a lábad, aki a baj. Ez fantasztikus. Na, öregem. Nagyon jó. Jaj, hát jaj, de fürge vagy. De... Papucs is jöjjön haza. Hát a papucs, azt nem adom semmiért. Hát ez valami... Most komolyan mondom, ez az én lábamra találták ki ezt a papucsot. Rád szabták? Rám szabták, igen. Nagyon jó. Na figyelj, akkor összecsomagolom neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Ez a raktár, itt vannak a cipők. Igen. Van egy pár. Menjünk be ide. Hú, ez a cipő amúgy, fú, ez nekem nagyon tetszik, neked nem? Aha, tényleg szép. Egyszerű. Szép. De figyelj már, menjünk ki, mutatnom kell valamit. Ízünk ugye a raktárba, és innen nyílik egy nagyon titkos ajtó. Lejössz, megnézed? Le. Ujjaj. Menjél. Figyelj, és egyszer csak felrobban a villany. Figyelj. Ez, és itt van alattunk, az üzlet alatt. Nincs valami ötleted, hogy itt mit lehetne csinálni? Konditermet. Konditere? Aha. Jönnél? Jó, cipőköz. Igen. Ja. Oda már, onnan ne menj be. Ne. Nagyon titkos. Titkos? A titkok kamrája. Titkok? Olyaj. Na figyelj, Nagyi, akkor meg is egyeztünk, meg is néztük a cipőket. Ugye 4 cipőt választottál, egy a nagypapáé. Van egy Easy Boost Beluga, van egy ugye Easy Slide Pure, a papucs. A kedvenced. Van egy Jordan 1 Mid Steels, ugye a te méreted, illetve a nagyapa mérete. Ennyit fizetek. Hát, mondtam, hogy neked ugye ingyen van. Hát az nem kívánok. A nagyon finom húslevesért, nagyon sok segítségért, tényleg. Nem tudjátok, kedves nézők, barátaim, hogy isteni finomakat főz a nagymamám. Tehát egyszer megvendégelhetnéd a követőinket. Jó? Jó. Egy jó nagy ilyen bogrács parti. Benne vagy? Benne én. Hú, ezért most jól fel lesztek szerelve cipőkből. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a boltba. Remélem tetszik. Remélem jókat választottuk, választottál. És tényleg nagyon hálás vagyok, hogy te segítettél. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Köszönöm. Neked pedig nagyon köszönöm, hogy megnézted ezt a részt, remélem tetszett, és írd meg kommentbe, hogy ki jöjjön el legközelebb, és nagyon szép napot kívánok, sziasztok!